ez itt a Sziget. Itt állunk egymás mellett, Rőze Rósra Hajnalka. Két szoprán. A két szoprán és Keszei Bori. Úgy alakult, hogy engem kiírt a Gara Mária áriájával, amit én éreztem, hogy ezt én nem fogom tudni elénekelni, mert eleve egy nagyon magas szerepről van szó, és rögtön Orsira gondoltam, hiszen Orsinak ez egyáltalán nem gond. Sikerült a premier előtt 3 nappal megbeszélnünk, hogy akkor én ezt mégse, és aztán... Csoda történt. Végül is nem egyedül, hanem 4-en énekeltük el, mert hogy itt most összefogtunk, mert én sem nagyon énekeltem még ezt az áriát, és neki láttunk egy koreográfiának, majd beosztottuk, hogy ki mikor mit énekel, és egy kis rivalizáció, azt hiszem, az lett a vége, de csak ilyen baráti. Légy szíves a hangulatról, hogy milyen most 4. éve itt lenni. Az ember mindig elfelejti, hogy mennyire fárasztó tud ez lenni. A másnap reggelek azon mindig nehezek, főleg ha az embernek még gyereke is vannak otthon, akik nem kimélik őt. De aztán az ember úgy délutánra estére úgy ráhangolódik, és ez mindent megér, amikor az ember végül itt van, talpig flitterben, és oda teszi magát, és nagyon erősödik köztünk az összetartás a színpadon, a zenekarral, a karmesterrel, az énekesek egymás közt. Így aztán, amikor éjfél körül hazaérünk, akkor én a magam részéről még 1-2 órát nem is tudok elaludni, mert annyira az ízekben nem az egész. Szerintem az még legalább 2-3 óra, mire úgy elkezdünk a színpadról igazából leérkezni. És a fiatalok, mert hogy úgy tudom, hogy tegnap itt maradtatok például gyerekestől. Tegnap itt maradtunk gyerekestől, és nagyon jó volt. Igaz, hogy a kisfiamot a hátamon vittem a végén ki a szigetről, mert úgy elfáradt. De azért igazából én most ezt a keddestét várom nagyon, amikor többet már nem kell énekelni, és akkor biztos, hogy hajnalig itt fogok mulatni. Keddest erezd el a hajam lesz.